Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És Istenemben. Excellenciás és főtisztelendő érsek atya, sok szeretettel köszöntöm a Györei templomban, ennek a településnek, templomának felszentésének 170. évfordulója alkalmában. És szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat és együtt ünnepelhetünk a falu közösségével, a környező települések polgármesterével, az egyházközség tanácsadói testületének tagjaival és a település önkormányzat képviselőivel. Köszönöm, hogy eljött, hiszen ez a 175 év azt mutatja be, hogy így a lakossága hű volt egyházához, és hű volt vallásához, hitéhez is, és nagyon örülünk, hogy együtt ünnepelhettünk érsek atyával. Szeretném köszönteni a megjelent polgármesterokat, különösen Filamella Tibor, Győri polgármesterét, Kelemen Ferencet, Izmény polgármesterét, a meghívott vendégeket, az egyházközség tanácsosabb testületének tagjait és a kedves híveket. Érezzük együtt magunkat itt ebben a megilletőben, ebben a szép templomban, hiszen 175 évvel ezelőtt pontosan a mai napon lett felszentelve ez a szép kis templom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hálásan köszönöm az ünnepre való meghívást, köszönöm Priváni kormányzó atyának, Zsolt atyának. Szeretettel köszöntöm polgármester urat, megjelent képviselőket, tanácsosok testületének tagjait, kedves vendégeket. Örömmel vagyok itt, és azért is tartottam fontosnak, hogy most ezen az ünnepen együtt tudjak ünnepelni kedves testvérekkel, mert jó néhány évvel ezelőtt ígéretet tettem arra, hogy meglátogatom a templomot, meglátogatom a helyi közösséget, és mint ahogyan kedves testvérek arról tudomást szerezhettek, augusztus végétől egy más kinevezést kaptam Veszprémben, és így külön örülök, hogy ezen az alkalmon az ünneplés mellett még az ígéretemet is be tudom váltani, és ezt nagyon fontosnak gondolom. De hát sokkal fontosabb ennél az, hogy van templomunk, hogy azokért, az emberekért tudunk hálát adni, akik 175 évvel ezelőtt vették a bátorságot, erőfeszítést, hogy templomot építsenek. Hálát tudunk adni azokért az emberekért, elődeinkért, őseinkért, akik ebben a templomban jelen voltak, imádkoztak, a hitet átadták, élték a keresztény életüket és erőt merítettek innen. És természetesen előre is tekintünk, jó látni gyermekeket, jó látni fiatalokat, hogy az, amit ünneplünk a múltból, az erőforrásunk legyen a mindennapi élethez, és erőforrás legyen a jövőnkhöz is. Szeretnénk méltó módon ünnepelni. Szüntelenül elibénk állnak gyengeségeink, korlátaink, bűneink. Ismerjük el, hogy rászorulunk az Isten irgalmára, és ő készséggel megbocsát nekünk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Yeah.
Könyörögjünk! Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek, oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasd meg a Prédikátor könyvéből. Minden hiába valóság, mondja a Prédikátor, csupa hiába valóság. Minden csak hiába valóság. Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át kellett engednie szerzeményet olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiába valóság és nagy baj. Igen. Mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvéséből, amelyen emésztette magát életében? Valóban, minden napja csupa szenvedés és minden tevékenysége csak bosszúság. Szíve még éjjel sem tudott megnyugodni. Ez is hiába való. Ez az Isten igéje. Szabad, hanem Krisztus a minden, és ő van mindenben.
Ez az Isten igéje. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonba való bővekedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában. Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom csűrémet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak, ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál és élvezd az életet. Ám az Isten így szólt hozzá, esztelen még az éjjel számon kéri tőled lelkedet. Ké lesz mindaz, amit szereztél. Így jár az, aki kincset gyűjt magának helyett, hogy Istenben gazdagodnék. Ezek az evangélium igény. Kedves testvérek, a három imént hallott szentírási szakasz nagyon szépen kifejezi mai közös ünnepünknek a tartalmát. Amikor hallgattuk Kolosszei levelet, akkor megérintett bennünket az a mondat, az odafönn valókat keressétek. A templom ezt hirdeti. Emeljük fel tekintetünket, az odafönn valókat keressük. Azt, ami örökérvényű. Azt, ami az embernek a méltóságát segíti elő. Azt keressük, ami igazán fontos. A templom általában a mi kultúránkban egy nagy, gyönyörű, a szellemi, lelki és a fizikai értékekkel teli épület, mert az ember mindig a legszebbet, a legjobbat, a leggazdagabbat akarta adni az Istennek, még akkor is, ha ő szegény volt, akkor is, ha magától kellett megvonnia. Miért? Mert az Istennek, az Isten dicséretének a legszebb, a legjobb jár, akár áldozatok árán is. És amikor föltekintünk egy templomra a település közepén, akkor valahogyan ez történik meg, amit ez a szentírási szakasz kiemel, az odafönn valókat keressétek. Amikor valakit látunk távol, elhalad előttünk, és az ő testtartásából sok mindenre lehet következtetni. Ha valaki hosszasan maga elé néz, lehajtott fejjel halad előre, akkor vélhetően a gondjai, a feladatai emelkednek ki. Erre irányítja a figyelmét. Ha egy olyan embert látunk,
aki egyenes derékkal, fölemelt fejjel jár kell, sokkal inkább ad az érzésünk, hogy olyan valakit látunk, akinek a gondolatai nem a múltba, nem a problémákra irányulnak, hanem előre tekint. Amikor azt mondja a Szentírás, az odafönn valókat keressétek, akkor ezzel együtt azt is mondja, emeljétek föl tekinteteteket. Emeljétek föl magasra, hogy legyen jövőtök, hogy tudjatok előre tekinteni, hogy azokat az értékeket lássátok, ami előre visz, ami táplál, ami a méltóságot emeli ki, ami gazdagítja az embert. A templom ezt hirdeti nekünk, az odafönn valókat keressétek. És akik építették, vették a bátorságot, és kifejezték a hitüket, az odafönn valót akarják keresni. Azt, akit Istennek ismerünk, és azt az Istent, aki az emberek között lakik, hiszen számunkra a templom mindig Isten hajléka. Egészen bizonyosak lehetünk, hogy itt jelen van az Isten, jelen van az ő teremtményeiben, a gyönyörű természetben, de egészen más módon az ő templomában, az ő hajlékában. A templom ezt hirdeti, jelen van a település életében, az itt lakók életében az Isten. És a templom azt is hirdeti számunkra, hogy az Isten Atya. Nem egyszerűen istenséget tisztelünk, nem valami félelmet keltő Istentől akarunk menedéket szerezni, nem őt akarjuk kiengesztelni, mint ahogyan sok-sok népnél, kultúránál, vallásnál ez megjelent kívánalomként. Hanem mi úgy tekintünk az Istenre, Jézus Krisztus miatt, mint Atyára. Úgy térünk be ide a templomba, mint az atyai házba. Itthon vagyunk, ez a miénk. Mint ahogyan idős emberként is jó betérni a szülői házba, különösen, ha még a szülők élnek, mert akkor az ember azt érzi, hogy ez az enyém, itthon vagyok. A templom ilyen. Az atya házába lépünk be, ez a miénk. Ő föltárja előttünk mindig ennek a háznak az ajtaját, hogy bátor bizalommal tudjunk belépni. Istenre úgy tekintünk, mint atyánkra. És úgy is tekintünk az Istenünkre, akit megismertünk Jézus Krisztusban, mint aki éltet bennünket. Éltetni akar, táplál, mint a szülői házban, az atyai házban. Táplálnak bennünket, tápláltak bennünket szüleink az ő szavukkal, tanításukkal, és tápláltak bennünket az ő életük töredelmével, és tápláltak bennünket azzal az élelemmel, gondoskodással, ami által növekedni tudtunk. Belépünk az atyai házba, és biztosak lehetünk abban, hogy az Isten, az irgalmas atyánk táplál bennünket a tanításával, a szavaival. Testvérek, milyen nagyon nagy ajándék az, hogy ebben a közösségben időről időre teljes bizonyossággal és erővel elhangozhat az Isten szava. Elhangzik. Erővel bír, tanít bennünket, segít bennünket, hogy jól éljük az életünket. Vezet bennünket, hogy életünk ösvényén jó lépéseket tudjunk tenni. Milyen óriási ajándék ez. Ahogyan fülünkben csenghet időről időre szüreinknek egy-egy mondata, ami életünk nehéz helyzetében is segített, mennyivel inkább az Isten szava, aki szeret, bátorít, lelkesít bennünket, figyelmeztet bennünket, megtérésre szólít, de mindig jövőt ad elénk. És aztán beléphetünk ide, mert úgy is táplál bennünket az Isten, hogy a szentségeit adja nekünk. Milyen jó lenne pontosan tudni, milyen jó lenne, és lélekben ez meg is történik, együtt ünnepelni mindazokkal a testvéreinkkel, akik ezzel alatt a hosszú idő alatt idejöttek, megkeresztelkedtek, a bűnbocsánat szentségében részesülhettek, és megújulhatott az életük, házasságot kötöttek, eukarisztiában részesültek, a betegek szentségében részesülhettek. Ez életet jelent, ez táplálékot jelent.
És ezt teszi velünk az Isten. Összegyűjt bennünket, hív bennünket, és tanítani akar, táplálni akar bennünket. Összegyűjti az ő gyermekeit, hogy gondoskodjék róluk, hogy bátorítsa, hogy reményt adjon a lelkükbe. És amikor ide belépünk Isten szent hajlékába, akkor az az erő is belénk költözik, hogy az Isten feltámaszt bennünket. Nem csak ideig, óráig éltet, hanem örök élettel ajándékoz meg. Úgy táplál, úgy tanít, hogy örök élettel ajándékoz meg bennünket. Hány és hány elődünk nyerhette meg a bátorítást életének nehéz helyzetében a föltámadás hitéből. Hűséges leszek, mert föltámadunk. Igazmondó leszek, mert föltámadunk. Áldozatot hozok a közösségért, családomért, mert föltámadunk. Akarom nevelni a következő generációt, mert örök élettel ajándékoz meg bennünket az Isten. Mindez pedig azt tanítja nekünk, és a templom ezt teszi lehetővé mindannyiunk számára, hogy az emberi élet valójában méltó életet jelent. Méltó módon tudjuk élni az életünket. Betegségeinkkel, korlátainkkal, adott esetben a bűneinkkel együtt is, ha azoktól meg akarunk szabadulni. És az Isten megszabadít bennünket. És nem csak egyszerűen eltörli, hanem új szabadsággal ajándékoz meg, új élettel ajándékoz meg. Újra kezdhetem az életemet. Ezt nem tudjuk máshonnan kapni, csak az Istentől. És hogyha erről lemondunk, akkor a mindennapi életünk válik szűkössé, korlátozottá. Kihagyjuk a nagy lehetőséget az életből. Van lehetőség megtérni, van lehetőség megújulni. Új élettel, új tervekkel, új vágyakkal, új reményekkel tölt el bennünket az Isten. Az odafönn valókat keressük. Ha azt kérdezném most itt bárkitől, akik együtt vagyunk és együtt ünneplünk, hogy akarsz-e értelmes, értékes életet élni, akkor biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy igen. Ha azt kérdezném, hogy melyek ezek az értékek, amelyeket követni kell az életünkben, úgy gondolom, hogy ebben is nagyon gyorsan egységre jutnánk. De hogy valójában mit tartok értéknek az életemben, az nem feltétlenül a szavaim mutatják meg, hanem sokkal inkább az az érték az életemben, amire időt, pénzt, áldozatot és energiát fordítok. Hiába mondom, hogy nekem fontos a vallásom. Hiába mondom, hogy én keresztény módon akarok élni. Hiába mondom, hogy szeretnék az Istennel kapcsolatba kerülni, és ezeket a vágyakat őszintének kell tekinteni. De valójában csak akkor válik ez a vágy értékké az életemben, ha erre időt, energiát, áldozatot, adott esetben anyagiakat is fordítok. De fordítsuk is meg, és az ünnep megteszi, megadja ennek a lehetőségét. Mi az az életemben, amire a legtöbb időt, a legtöbb energiát, legtöbb áldozatot vagy anyagiakat fordítok? Mert az lesz az érték az életemben. És erről hallottunk ugye a példabeszédek könyvében, hogy mennyi minden tűnik értékesnek, és hiába valóság. Fontosnak tűnik. Egy emberi életet kitölthet munka, erőfeszítés, hírnév, vagy éppen egyfajta biztonság megteremtése, és erre azt mondja a prédikátor, hiába valóság. Mert olyanra fordítod az idődet, az energiádat, az áldozataidat, az anyagi javaidat, ami nem az odafenn való érték. A templom mindig erre irányítja a figyelmünket, és erre hívja fel a figyelmünket. Azokat az értékeket keressük, ami előre visz bennünket. A templom erre figyelmeztet, és erre hív bennünket.
emeljük fel a tekintetünket. És ezt mondja a Pál apostol, ha Krisztussal föltámadtatok, az odafönn valókat keressétek. Oda tekintsetek, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. És akkor majd elhagytok az életetekből mindent, ami nem jó. A hazugságot, a félelmet, a kicsinyességet, az ostoba beszédet, mert ez nem jó. És az életetekben kialakítjátok mindazt, ami krisztusi. Az Atya szeretetét, a testvérnek a szeretetét, az áldozatvállalást a közösségért, a jövőbe vetett reményt, mindezt ajándékul adja nekünk az Isten. És a templom ennek a biztos helye. Így tekintünk a templom szentelés évfordulójára, így tekintünk erre a gyönyörűen megépített és gyönyörűen felújított, rendben tartott épületre, mint saját otthonunkra, az atyai házra, ahol az Isten éltet bennünket, ahol Isten tanít bennünket, ahol felemeli hétről hétre a tekintetünket, amikor édesanyja, édesapa látja, hogy gyermeke elkeseredik, szomorú, valami történt vele, megütötte magát, lóg a feje, mit csinál szülő, fölemeli a fejét, előre tekints. Isten fölemeli a tekintetünket, megérint bennünket, arra figyelj, ami odafönn van, mert ez éltet. És a templom jelenléte bátorít is bennünket arra, hogy merjünk a mindennapi életben Krisztus tanítása nyomán vallásos életet élni. Nem csak a templomban, a hétköznapokban. Nagyon sokszor beszélgetésben előjön az a szép élmény, bezzeg gyermekkorunkban milyen szép volt akkor, amikor együtt édesapa, édesanyja, amikor a templomban, amikor a hétköznapokban együtt imádkoztunk. Óriási érték, óriási kincseink vannak. De ezek a kincsek akkor igazán értékek, ha mindennapi életünket vallásossá teszik. Ha mindennapi életünkben benne vannak a családban való együtt imádkozás, a kiengesztelődés, a szentírásra való figyelem, a buzdítás, a megtérésre. És a döntéseink, milyen szokásokat, milyen életvitelt engedünk be az életünkbe, az odafönn valókat keressétek. Mindaz, ami méltó Krisztushoz, az méltó lesz hozzám is. És mindaz, ami nem méltó Krisztushoz, az nem lesz méltó hozzám. Nem lehet alkudozni. Sőt, nem mondhatom azt, nekem jó így is. Az Isten nem kevésre hívott, az Isten mindenre hívott. Az örök életre hívott bennünket, és azt akar, hogy már most boldogan tudjunk élni. Engedjük, alakítsuk ki mindennapi életünkben a vallásos szokásokat, gyakorlatokat, és ezek életben tartásához az erőt a vasárnapi ünneplésből, a Szentmise ünnepléséből, a szentáldozásból merítsük. A templom számunkra az életben maradást is jelenti. Ha a templomot éltetjük, szépítjük, legfőképpen látogatjuk, akkor ez visszahat ránk, éltetni fog bennünket, a családjainkat, gyermekeket, a jövőt. Még akkor is, ha a társadalmi körülmények hol jobbak, hol rosszabbak, nem mindig tűnik úgy, mintha jövője lenne egységes társadalomnak. Az Isten nem mond le az ő embereiről. Ez a közös ünneplés legyen a közös reménynek, közös bizalomnak is a megerősítése. Az életben maradásnak a jele, záloga a templom. Szeressük, tiszteljük, és boruljunk le gyakran Teremtő Istenünk, irgalmas Atyánk előtt. És természetesen az ünneplés hálára is indít bennünket, hogy mondjunk köszönetet mindazoknak, akik napról napra szépé teszik, gondozzák, ápolják. Mondjunk hálát azoknak, akik elődeinként anyagi javakat is fordítva a templomra építették, rendben tartották, a történelem viszontagságai közepette is. Legyünk hálásak az ő hitükért, és mondjunk köszönetet. Ezt a szentmisét a hívő közösségért, az elődökért, az elődök áldozatáért mutatom be. Imádkozzunk
hogy legyen bátor jövünk, és akarjuk megőrizni ezt a templomot szépnek. Ámen. Testvéreim, valljuk meg bátor bizalommal Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, ment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, mennyei Atyánknál mindig irgalmasságra találunk, ezért merjük hozzáemelni könyörgő szavunkat. Vezesd Urunk egyházadat, hogy a földi gondoktól minél függetlenebbül szolgálhassa a rábízottak örök boldogságát. Adj bölcsességet a világ népeinek, hogy ne az anyagi javak bőségében lássák az igazi boldogságot. Segíts bennünket, hogy földi életünk folyamán sok jót tehessünk embertársainkkal. Ébreszt fel ifjúságunkban a lelkiségét és szomjúságát, hogy ne a vagyon gyűjtésében és élvezésében lássa az élet értelmét. Légy irgalmas mi ránk, amikor majd számot kell adnunk életünkről. Add meg, Urunk, családjainknak, hogy neked szentelt hivatások termőföldje legyen. Adj hitet a szülőknek, hogy vágyuk legyen küldötteket adni egyházad szolgálatára. Adj, Urunk, keresztény okosságot híveidnek, hogy miközben megbecsüljük a szükséges földi javakat, mindennél többre tartsuk mennyei örökségünket. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá,
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletekkel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, érgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethesd bennünk, amit fiadban is kedveltél. És ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt, Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szentelt áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő legyen minket neked szentett örök áldozattá,
választottunknak, elsősorban Isten anyával a boldogságos, Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanokkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akarod, hogy színed elé álljon. Jóságos atyám, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhúj testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, hol reményünk szerint dicsőségedbe velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általánosod el minden jóval a világban. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ámen. Amen. Testvérek, most pedig bátor bizalommal imádkozzuk azt az imát, amire Jézus tanított bennünket. Ebben az imádságban Istent atyánknak szólítjuk, egymásra pedig úgy tekintünk, mint Isten gyermekeire, egymás testvéreire. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled, és a te lelkeddel. Segítsen, Istenem. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvérek, két helyen lesz az áldozatás. Érsek, hogyha itt a
oltár előtt, én pedig ott középen fogok áldozni. Könyörögjünk! Istenünk, mennyei jeledellel tápláltad lelkünket, oltalmazd minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő utunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy augusztus 6-án kedden 4-3-kor Mázán gyászni se lesz el, hogy német jelenészetet Mirkovics Rozália testvérünk lelküdvér ajánljuk ezt a szentmisét. Majd délután 3 órakor a mázai temetőbe kísérjük utolsó útjára Rozália testvérünket. Augusztus 8-án szintén temetés lesz délután 3 órakor Mázán. Elhunyt Takács János nézhetett Lukovics Ida testvérünk temetése lesz. Augusztus 9-én pénteken keresztelet Szent Teréz Benedikta, Edistein szűz és méltanú Európa társvédő szentjének ünnepe este 6 órakor Szászváron szentmise lesz. Jövő hétvégén évközi 19. vasárnapot ünnepeljük. Augusztus 10-én szombaton este 5 órakor Mázán elővételezett szentmise lesz. 11-én vasárnap reggel 8 órakor Izményben, fél 10-kor Györén és 11 órakor Szászváron lesz szentmise. A szászvári szentmisét, amit Plesz József lelküdvér és a feleségért és Níder Mári lelküdvér ajánljuk fel. Szentmise után keresztelő lesz Búzás Loretta és Cseppentő Zselyke keresztelője. Felhívom a kedves évek figyelmét, hogy augusztus 15-en nagy boldogasszony főnepe, parancsolt főnep, egyúttal a szászvári plébánia templom búcsúja. Ezért a filiálban nem lesz szentmise, hanem együtt ünnepelünk Szászváron a templomunk búcsúját, de külön busz van intézve, tehát a 15-e úgy fog alakulni, hogy este 5 órakor szentségimádása, készülünk a búcsúra, majd este 6 órakor búcsúi szentmise, a búcsú ünnepi szónak a Lábár Tamás paksi káplánatja lesz. Augusztus 20-án vasárnapi miseren lesz ünnepi szentmise mind a 3 helyen, kenyér szenteléssel egybekötve. Szeptember 1-én vasárnap tanévnyitó Veni Szente szentmise lesz mind a 3 helyen, Szászváron diákmise egyúttal, és mind a 3 helyen iskolatáskák és iskolaszerek megállása lesz. Tehát biztatom a szülőket, nagymamákat, nagyszülőket, hogy hozzátok a gyerekek erre a misére az iskolatáskák, iskolaszereket, és azok is megáldásra kerülnek. Még egy program, szeptember 8-án Kisboldogasszony búcsú Magyar Egregyen. Január 1-től Magyar Egregy, ami egyházközségünkhez tartozik, ezért nem lesz csak Magyar Egregyen lesz azon a vasárnapon szentmise, a búcsúi szentmisén. Külön busszal fogunk biztosítani mindenkinek, aki szeretne jönni Izményből, Györéből, Mázáról és Szászváról is. 10 órakor fog kezdődni a búcsúi szentmise, a búcsúi szónak Molnár Erik újmisés atya lesz, aki a szentmise végén újmisés áldásba is részesíti a kedves híveket. Kedves érsek atya, szeretném megköszönni, hogy együtt ünnepelt velünk, és elfogadta a meghívást, és együtt ünnepeltünk a környező települések híveivel, hiszen van a Kiszményi, Szászvári hívek is, a Győri hívekkel együtt, tehát mi egyházközségünk egy nagy ünnep, ez a 175 éves templom, és amikor készültem erre, mindig izgulok, amikor a érsekatyát látom, mert mindig izgultam, amikor főnökömet láttam, mert mondom, hogy izgulom, hogy minden jól sikerül, de akkor arra gondoltam, hogy milyen furcsa az élet. 175 évvel ezelőtt Czitoszky János nagy elődje, Czitoszky János akkori pécsi megyéspüspök építette ezt a templomot, és ugye az emléktábláról is fel van jelezve, illetve a kereszt, illetve az oltár, és az ő saját házi oltára volt, amit a templomnak adományozott, illetve a kehelyéről, és akkor a misérőtet is az ő kehelye volt. Milyen furcsa, hogy mint pécsi megyéspüspök építette ezt a templomot, adományozott kegyi tárgyakat ennek a templomnak, és pár évvel később, mint Esztergomi érsek, itt hagyta ezt a szép várost, ezt a szép egyházmegyét. És milyen furcsa, amikor megírtuk a meghívót
érsek atyának, akkor még Pécsi megyés püspöknek írtuk meg, és bár még nem foglalt el a veszprémi érseki széket, de már mint érsekként köszönhetjük itt. Hát az élet ugye a 175 évek itt ülhetzik meg is védni magát. Én azt kívánom érsek atyának, hogy a Jóisten áldja meg erőben, egészségben, hiszen megint egy nagy feladatot kapott ezzel az új kinevezéssel. Hálásak vagyunk a itteni egyházközségnek a hívei, személy szerint én is, a érsek atyának az eddigi szolgálatáért. Sokat köszönhetünk, hogy az egyházmegye ilyen virágzó és ilyen szépen fellendülő egyházmegyét vagy az utódjára. Én kívánom innen az egyházközség hívei nevében is, hogy a Jóisten adja meg azt az erőt, azt a kegyelmet, azt a szeretetet, hogy a veszprémi főegyházmegyét is ilyen szép virágzóval tudja fellendíteni, és legyen hozzá elég jó ereje, egészsége és kitartása. A Jóisten áldjának érsek atyát. Én a dolgatják tudjuk ezt a zsernikot, ez egy festmény a Györi templomról. És emlék is ezt a virágcsokrokat. Persze, viszont. Én köszönetet mondok Zsolt atyának, hogy ilyen lelkesen és átgondoltan vezeti a egyre gyarapodó közösségeknek a számát, ami egy plébániát jelent. Örülök az együttünneplésnek. A keresztényekről mindig úgy beszéltek az ősegyházban is, akik a vasárnapot együtt ünneplik, akár a különböző helyeken is laknak, de összejönnek együtt ünnepelni a vasárnapot, megtörni a kenyeret, és aztán vinni a szegényeknek az összegyűjtött adományokat, amelyeket összegyűjtöttek. Ez az egyházunk lényegét fejezi ki. Kívánom, hogy sok öröme legyen Zsolt atyának ebben a szolgálatban. Ahogyan buzdított bennünket a Szentlecke, emeljük fel tekintetünket, az odafönn valókra figyeljünk, és én pedig hálámat fejezem ki a Pécsi Egyházmegye felé. Nagyon örülök, hogy itt szolgálhattam. Amikor ide jöttem, úgy jöttem, hogy végleg itt maradok. Próbáltam is így szolgálni. Az Úristen mást kívánt, másfajta készséget kért tőlem is. Igyekszem ennek a lehető legjobb tudásommal és minden erőmmel megfelelni. Imádságot kérek ezért. Most pedig a Szentmisa áldásával befejezzük ünneplésünket. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve! Segítségünk az Úr nevében! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szentmise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen hála.